gazdasági bizottságban meghallgattuk Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Banknak az elnökét a 2020-as és 21-es évek válságkezeléséről, ő mondta ezt. Beismerte a totális kudarcot. Kérdéseimre elmondta, hogy most már nem 2030-ra érjük utol Ausztriát, hanem majd 2040-re, hogyha Ausztria nem fejlődik. Ezen felül beismerte, hogy a magyar emberek azért vesznek föl hiteleket, hogy fedezni tudják a költségeiket. Eurónk pedig majd akkor lesz, hogyha erős lesz a gazdaság, mondta ő, az azt jelenti, hogy most gyenge. Gyakorlatilag ezután a beszámoló után egy tisztességes nemzeti bankelnök fogna a kalapját is lemondana. Természetesen Matolcsy György sikeresnek minősítette az elmúlt két évet. Nem tudja megmondani, hogy miért nő az infláció. Fogalma sincsen, hogy mit kell csinálni. Az amerikaiakat szívta, mert azok pénzt adtak az embereknek. Gyakorlatilag össze-vissza beszélt, Matolcsy Györgynek le kell mondania. Szürreális jeleneteknek voltam a tanulja a gazdasági bizottságban. A Momentum bajai polgármester asszonya azzal a határozati javaslattal jött a gazdasági bizottság elé, hogy a kispotorokra is tegyünk rendszámtáblát. Mondanom se kell, hogy ez rengeteg embernek lehetetleníteni el az életét gyakorlatilag. Ez nagyon sokba kerül, bonyolult és nehézkes eljárás. Nagyon remélem, hogy a jövőben azért a Momentum is olyan javaslatokkal fog majd a parlamentbe jönni, amik könnyítik az emberek életét, és nem olyanokkal, amelyik nehezítik őket. Escape your destination, please check your interference. We got no reservations, but we go where we please. Shake it off, I'm taking off. Hide your information, watch what you believe.